Ön rendezte 15 évvel ezelőtt a Don Matteo című sorozatot. Igen. Ami most már a harmadik szereposztásánál tart, pedig szerintem László Zsolt, Imre tökéletes választás volt a főszerepekre. Önnek milyen emlékei fűződnek ehhez a Terenci sorozathoz? Hát én ezt nagyon szerettem, az, az gyakorlatilag az én gyerekem volt kezdettől fogva. Csak aztán úgy alakult a világ sora, hogy ez átkerült egy másik stúdióhoz. És ott vagy nem tudták egyeztetni ezeket a színészeket, vagy a színészek nem tudták vállalni valamilyen oknál fogva ezt a feladatot, és úgy gondolom, hogy, 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 hogy nagy hiba, hogy más hangok kerültek a, a figurákra. Ez annyira, annyira, kedves volt nekem ez a sorozat, hogy én voltam abban a kisvárosban, Olaszországban. Tehát arra jártunk, és, és akkor egyszer csak beugrott, hogy fú, már nem, nem is emlékszem a városka nevére, de ott voltam, úgy, a forgatási helyszíneket így végigjártam, egyszerűen turistaként, mert éppen, a, éppen arra, arra turistáskodtunk. Több filmet újra kellett szinkronizálni, például a Stallone féle Kobrát, aki legyőzte Al a Pompeit, ez nehézség egy szinkron rendező számára? Leginkább az, az okozott nehézséget, mert általában azért szinkronizáltatnak egy filmet újra, nem, nem is biztos, hogy általában, de, de vagy nem felel meg a megrendelőnek a, a főszereplő magyar hangja, mást képzel el, más az elképzelése, vagy pedig egyszerűen olcsóbbnak találja egy más forgalmazó leszinkronizáltatni újból az anyagot, mint hogy azt jogdíjjal együtt vegye meg, a szinkronos jogdíjjal együtt vegye meg. És akkor van, amit nehéz, van, amit nem. Tehát például éppen úgy ugye a kobrát említetted, a kobrát kifejezetten azt kérték, hát szegény Bubik Pista akkor már nem élt, és ugye ki kellett találni neki egy a az. akkori szalónak, tehát az olyan korú szalónénak ki kellett találni egy magyar hangot. És én a Gesztesi Karcsira gondoltam, aki mellesleg osztálytársam volt a Nemzeti Stúdióban. De nem ezért. Nem ezért, hanem én úgy gondoltam, hogy, hogy jól illet rá. És ezt érdekes módon, tehát lehet ilyen hagyományokat teremteni tulajdonképpen, tehát meg lehet így találni egy-egy amerikai vagy külföldi sztár magyar hangját, hogyha valaki jól beletalál, akkor ezt más szinkronrendezők is ö, szívesen veszik, ha éppen látták a filmet. De például ö, mondok ellen példát, ugye volt a Jöttünk, Láttunk, Visszavennénk című ö, film, aminek az első két epizódjában én voltam a zsanrénó magyar hangja, majd a harmadik, a retteg, reszkes Amerika címűben, amiben ugyanazok a szereplők játszottak, abban nem. Úgy gondoltam, hogy valószínűleg a szinkronrendező, aki azt szinkronrendezte, nem látta a filmet. Előfordul. Bár az a helyzet, hogy hogy, hogy most már azért vannak olyan, olyan honlapok, ahol akár a port, nem tudom, hogy szabad -e ezt mondani, de, de, de bárhol meg lehet nézni a, a valamelyik külföldi színésznek a szinkronhangját. Az ISDB-n is persze. <laughs> De most a harmadik részben újra öntért vissza. Igen, a harmadik részben engem, engem kértek föl megint. a kosztolati bi nyilván látta az első két részt, és, és meg volt elégedve azzal, hogy, hogy én voltam a Jean Reno hangja. És a Jean milyen színésznek tartja? Hm nagyon jó színész, mondjuk sok mindent nem kell csinálnia, mert olyan, olyan vonzereje van a Palinak ezzel a nagy orrával, meg, meg az egész habitusával, hogy, hogy, az már önmaga elvisz egy, egy, egy karakter, de hát mindig azért ugye ő, ő a, a, ehhez a, ehhez az egyéniségéhez alakít mindent. De hát ugye láttuk őt már nagyon sok vígjátékban, és láttuk komolyabb drámaibb filmekben is. Ön amellett, hogy szinkronizál és rendez, magyar szöveget is szokott írni. Előfordult sőt, már. Előfordult az is, hogy a saját szövegéből dolgozott. Ö, igen, az is előfordult. Vagy, vagy, vagy olyan szövegből, amit mondjuk kénytelen voltam átdolgozni. De ez, ez leginkább ez fordul elő, vagy a legsűrűbben ez fordul elő így. Sőt, olyan is van, hogy önrendez, és oszt magára egy szerepet ilyenkor. Hogy történik a felvétel? Hát olyankor nagyon-nagyon sokban támaszkodom a hangmérnökre. Egyrészt azért, mert ő egy, ő egy kontroll nekem, Hiába próbálom én magamat kontrollálni, megpróbálom természetesen, tehát amire tudok odafigyelni, de éppen ma fordult elő, hogy, hogy utólag vettem észre egy, egy egyszerűen félreolvastam valamit. És ilyenkor szól a, ilyenkor szól, rám szól a hangmérnök, ha meg ő sem veszi észre, akkor utána megnézzük, meghallgatjuk, és, és, tudunk javítani rajta. Azt szoktam mondani, hogy velem könnyű dolgozni, mert én mindig kéznél vagyok. És melyik részét szereti a szakmának a legjobban? Mindegyiket. Mindegyiket. Szeretek szöveget írni, szeretek szinkron rendezni és szinkronizálni is. Szinkronizálni szeretek a legjobban, hogyha lehet választani, vagy hogyha így ezt ki lehet mondani. A rendezései között volt egy olyan spanyol mozifilm, Aminek az, aminek az első részét az Aprics László rendezte. Igen. Ön a másodikat, a, ami a Téged akarlak címet kapta. Igen, 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 igen. Ebben volt egy, szerintem nagyon helyesen, egy, egy hangcsere. Ugye Radnai Márk csinálta Mário Kasszázt, az önváltozatában Cető Roland. Ez tudatos döntés volt, vagy a forgalmazók érte? Az a helyzet, hogy most ezt be kell vallanom, hogy én nem láttam az első részt. Na, ez az, amikor, ugye, amit elmondtam, nem láttam az első részt, és az az igaz, megnéztem, aztán később megnéztem, és nem, ö, tehát nekem a Cetőróli jobban passzolt erre a figurára. Köszönöm. Viszont Mezei itt maradt, ha jól emlékszem. Igen, igen. Tehát mindenképpen az a helyzet, hogy mindenki. Van, amikor, van, amikor véletlenül találom ugyanazt, vagy szinkronrendezők véletlenül találjuk el ugyanazt a hangot. Számtalanszor volt olyan, hogy hogy, hogy mondták színészek, valamit csináltunk, valamint dolgoztunk éppen, és mondták színészek, ó, ezt én múlt héten csináltam ugyanezt a figurát a, a, a valahol, máshol. És ilyenkor, ilyenkor azért megnyugszom, hogy jó van, akkor sikerült szerepet osztanom. Vagy legalábbis egyezik a véleményünk más szinkronrendezőkkel.